Sziasztok, Vivi vagyok, és sok szeretettel üdvözöllek titeket a csatornámon. Ezúttal egy kérdésfelelek videóval érkeztem, ugyanis nemrég volt a csatornának a születésnapja, egészen pontosan február 25-én, és úgy döntöttem, hogy ezt az alkalmat egy kérdésfelelek videóval ünnepelném meg. Úgyhogy itt Youtube-on is kitettem egy bejegyzést, illetve Instagramon is jeleztem felétek egy sztoriban, hogy nyugodtan küldhettek nekem kérdéseket, akár könyvekkel, akár olvasással, vagy éppenséggel egyéb témákkal kapcsolatban, és én akkor ezeket a kérdéseket majd egy ilyen kérdezfelelek videóban fogom megválaszolni. Elég sok kérdést kaptam, egészen pontosan, ha jól remlik, 18 pontot, 18 kérdést sikerült összegyűjtenem, mert amúgy voltak olyanok, amik ugyanolyan kérdések voltak, ugyanarra a témára vonatkozó kérdések voltak, sőt, volt olyan, amikor szinte teljesen pontosan ugyanazt a kérdést tettétek fel, úgyhogy ilyenkor ezeket a kérdéseket összevontam, de így is sikerült, ahogy mondtam, nagyjából 18 kérdést összegyűjtenem, 18 különböző témával kapcsolatos kérdést, 18 különböző, úgy általában véve különböző kérdést. Úgyhogy szerintem nem is húzom tovább a szót, és Nézzük is, hogy mik voltak ezek a kérdések. Az első így szól. Melyik volt az a könyv, ami eldöntötte benned, hogy könyv majd legyél? Tehát, hogy melyik volt ez a könyv, ami megszerettette velem az olvasást? Szerintem ezt már többször is említettem, hogy én nekem az első ilyen nagyon meghatározó olvasmányélményem az a két lotti volt, amire ma is nagy-nagy örömmel emlékszem vissza. Viszont egy ilyen kérdésnél mindenféleképpen meg kell említenem a Harry Potter, illetve a Twilight könyveket is. A következő kérdés így szól: melyik az a könyv, ami sokkal jobban tetszett volna, ha évekkel korábban olvasod? Um, én azt gondolom, hogy Helen Fitzgerald Dozis című könyve sokkal, sokkal jobban tetszett volna nekem, hogyha um, mondjuk ilyen 2016-2017 körül olvastam volna, mert hogy amúgy ezt a könyvet? 2022-ben olvastam, és ez egy ilyen um, lélektani thriller, pszichotriller, um, aminek az alapsztoria, az alapszituációja nekem nagyon-nagyon tetszett, viszont uh, a kivitelezése annyira végül nem jött be. Én azt gondolom, hogy. Um, ez a könyv sokkal jobban tetszett volna nekem, hogyha akkor olvastam volna, amikor még így a thriller olvasói karrierem elején jártam volna, valamikor 2016-2017 környékén. Ez a történet amúgy egy fiatal párról szól, Joannáról és Elisterről, akiknek nemrég született kisbabájuk, egy 9 hetes kisbabájuk van, és ha jól rémlik, valamelyiküknek a családja Ausztráliában él, talán valamelyikük Ausztráliából származik, és emiatt Angliából Ausztráliába utaznak. Ahogyan már leszállnak a gépről, kibérelik az autójukat, és haladnak a repülőtérről oda a kisvárosba, ahol lakik a család, a lényeg az, hogy útközben hát egy picit pihenni szeretnének, úgyhogy félreállnak az autóval, viszont a kisgyerekük, a kisbaba alszik, úgyhogy őt benhagyják az autóban, hátul a gyerekülésben hadal ugyan, amíg ők megnyújtóztatják magukat. Viszont mire visszaérnek az autóhoz, mire beszállnak ismét az autóba, addigra a kisbabának hát helyét találják. Úgyhogy az a kérdés, hogy egy ilyen kietlen helyen, a semmi közepén, egy országút mentén, ahol úgy tűnik senki sem járt addig, amíg a pár kiszállt az autóból, hogyan tűnhetett el egy kilenc hetes kisgyerek. Szerintem ez az alapszituáció, az alapsztori maga tényleg izgalmas és érdekes, viszont, ahogy mondtam, én nekem a kivitelezés annyira nem jött be. Biztos vagyok benne, hogy sokkal izgalmasabbnak találtam volna, és sokkal jobban megérintett volna az egész történet, hogyha akkor olvastam volna még ezt a könyvet, amikor szinte egyetlen egy trillert sem olvastam, egyetlen egy ehhez hasonló könyvet sem olvastam még. Úgyhogy én ez a ponthoz ezt a könyvet mondanám. A következő kérdés így szól. Van olyan szerző, aki szerinted több figyelmet érdemelne? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és igazából el is gondolkodtatott engem, hogy az a szerző, illetve azok a szerzők, akikre én gondoltam ennél a kérdésnél, ők vajon Tényleg kevés figyelmet kapnak, vagy egyszerűen csak nem jelennek meg azokon az oldalakon, azokon a csatornákon, amiket én követek. Amúgy az egyik szerző, aki eszembe jutott, az Colson Whitehead, akitől én eddig egy könyvet olvastam, az pedig a Nickel Fiúk volt 2021-ben. Én azt a könyvet nagyon-nagyon szerettem, és az, az a 2021-es évem egyik nagy kedvence volt. Egy picit saját magamra is mérges vagyok, hogy azóta sem olvastam Colson Whitehead-től, de talán... Ez a videó most majd engem is arra fog sarkalni, hogy beszerezzem Colson a könyveit, mert tudom, hogy már több is jelent meg neki magyar nyelven. Talán a Nikel fiúkon kívül talán még két-három másik könyve jelent meg magyarul, úgyhogy ezeket jó lenne beszerezni és idővel elolvasni. A másik szerző, aki eszembe jutott, az pedig Beatrice Williams, akitől két könyvet olvastam eddig. Az egyik volt a nyári feleségek, a másik pedig a perselőnyár nyár. Ezek ilyen történelmi fikció per romantikus könyvek, és hát bevallom, hogy nem a legkülönlegesebb olvasmányélmények voltak nekem ezek a könyvek, viszont nagyon szerettem mind a kettőt, és én nekem tetszett Patrice Williams stílusa. Szerintem kifejezetten egy olyan szerző ő, aki, hogyha az embernek egy kicsit ilyen könnyedebb, de érdekes olvasmányra lenne szüksége, akkor jó vele próbálkozni, mert, mert tényleg jól ír, könnyen olvashatóak a könyveik, könyvei, eléggé szórakoztatóak is, már amennyire szórakoztatóak tudnak lenni, mert azért boncolgat komolyabb témákat is, illetve én nekem tetszett, ahogyan a történelmi dolgokhoz hozzányúl a könyveiben, úgyhogy én őt is csak ajánlani tudom, és remélem, hogy hamarosan tudok majd tőle még olvasni. Sajnos nincs jelenleg tőle olyan könyvem, amit még nem olvastam volna el, de mindenféleképpen szeretnék tőle még olvasni majd. Ó, a következő kérdés nagy-nagy kedvencem volt, ez így szól. Hiszel a horoszkópokban, vagy úgy együttesen az asztrológiában? Igen, igen, hiszek benne. Nem olyan szinten, hogy most akkor bármi történik az életemben, vagy bármi történt eddig velem, azt mindenféleképpen az asztrológiához szeretném kapcsolni, vagy hogyha nem tudom, a az emberi kapcsolataimat veszem, a barátságokat, szerelmeket, családi kapcsolatokat, vagy éppenséggel csak a saját magam természetét, ha nézem. Nem feltétlenül próbálok mindent az asztrológiához kapcsolni, viszont úgy összességében hiszek benne de legalábbis nagyon-nagyon-nagyon érdekel a téma. Azt azért mindenféleképpen leszögezném, hogy az ilyen napi, heti, havi horoszkopokban egyáltalán nem hiszek. Ezeket nem is szoktam olvasni, viszont már egyelőre még csak interneten, de így utána jártam, hogy hogyan is néz ki az én birth chartom, a születési képletem, azt hiszem így hívják, illetve megpróbáltam így utána járni, hogy pontosan mi mit is jelenthet, de hát természetesen annyira nagy sikerrel nem jártam, viszont egyszer szeretnék elmenni egy ilyen elemzésre, asztrológushoz, hogy egy picit többet megtudjak, mert tényleg nagyon érdekel ez a téma. Amúgy csak így érdekességképpen a horoszkópom a csillagjegyem rák, az sem mérleg, a holdjegyen pedig bak. És egy barátnőm már egyszer azt mondta, hogy hát minden elismerése a páromé. Őszintén nem tudom, hogy pontosan ezzel mire gondolhatott, de hogyha esetleg van itt közöttetek egy asztrológus, vagy valaki, aki értehez a témához, nyugodtan írja meg nekem, hogy ez a megjegyzés vajon mit is jelenthetett. <laughs> meg úgy egyáltalán, hogyha van köztetek olyan, akit érdekel ez a téma, és esetleg jártas is ebben a témában, nyugodtan léci írjatok nekem, mert, mert nagyon érdekel engem az asztrológia, és szeretnék többet megtudni róla. A következő kérdés így szól. Gyerekként is ennyire szerettél olvasni? mindig szerettem olvasni. Szerintem nem volt olyan, amikor ne szerettem volna olvasni. Amikor nem tudtam még olvasni, akkor mindig kértem valakit, hogy olvasson nekem, akár anyukámat, vagy a mamámat, vagy volt, a apukám olvasott, vagy valaki a családból, de mindig volt valaki, aki olvasott nekem, amikor még nem tudtam olvasni, amikor pedig megtanultam olvasni már, akkor magamtól is szívesen nyúltam könyvekhez. Viszont nem mondanám azt, hogy gyerekként az olvasás volt az ilyen első számú hobbim. Sokkal jobban szerettem gyerekként kirakozni. <laughs> Hatalmas nagy kirakómániás voltam kiskoromban. Amikor még nem tudtam olyan nagy kirakókat kirakni, akkor általában ilyen Mesés, kisebb méretű kirakókat kaptam, és azokkal játszottam, és ahogyan idősödtem, egyre több, egyre nagyobb méretű kirakót kaptam, amiket szerettem mindig újra. Kirakni. Érdekes, hogy az újraolvasás az annyira nem jellemzőröm. Kevés olyan könyv van, amit újraolvasok, viszont a kirakókkal gyerekként rendszeresen, illetve hát nem is csak gyerekként, de még tini koromban is úgy voltam, hogy kiraktam X idő alatt egy kirakót, egy picit nézegettem, aztán összetettem, összeszedtem, vagy hát szétszedtem, és aztán egy pár nap múlva újra elkezdtem kirakni azt a kirakót. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog szerintem. Illetve az ilyen kreatív dolgokkal szerettem foglalkozni gyerekként. Nagyon szerettem rajzolni, színezni, főleg rajzolni. Hát annyira nem lettem benne kiemelkedően ügyes. Nem rajzolok rosszul szerintem, de azért annyira nagy tehetség sem vagyok. Viszont szerintem a legnagyobb hobbi az életemben, mármint így 7 és 18 éves korom között egyértelműen a néptánc volt a legnagyobb hobbim. Több mint tíz évet néptáncoltam, 7 évesen kezdtem el, és 18 évesen hagytam abba érettségi előtt, úgyhogy szerintem abban az időszakban nekem a néptánc volt az első számú legnagyobb hobbim, és minden más azt követte, úgyhogy így az olvasás is ott volt azok között, a tevékenységek között, amiket szerettem csinálni. Mindig, ahogy mondtam, mindig is szerettem olvasni, de nem hiszem, hogy annyira nagy hobbim volt, mondjuk akár 15 évvel ezelőtt is, az olvasás, mint amennyire most. Ez nagyon hasonló a következő kérdés, ami pedig így szólt, milyen volt a gyerekkorod könyves polca? Jól gondolom, hogy te már akkor is sok könyvet kaptál ünnepekre? A gyerekkorom könyves polca tele volt mesekönyvekkel. Nagyon szerettem a mesekönyveket. Nem csak olvasni vagy hallgatni szerettem, ahogyan olvassák nekem a mesekönyveket, hanem ahogy mondtam, mivel szerettem rajzolni, ezért nagyon sokszor csináltam azt, hogyha volt egy mesekönyvem, például az Oroszlám király. Kinyitottam egy helyen, és hát megrajzoltam papírra azokat a figurákat, azokat az illusztrációkat, amik benne voltak a könyvben. Úgyhogy Tele voltak a polcaim könyvekkel, de sokkal többször fordult elő szerintem gyerekként az, hogy azért vettem le a könyvet, hogy rajzoljak belőle, nem bele, belőle, mint hogy feltétlenül olvassam. Olvastam is, ezt nem szeretném, hogy azt gondoljátok, hogy nem olvastam a gyerekkori könyveimet, de nagyon sokszor volt az, hogy azért vettem le a könyveket, hogy rajzoljak belőlük. Illetve gyerekként sokkal többször jártam könyvtárba, nagyon-nagyon szerettem könyvtárba járni. Nyilván, amikor kivettem egy könyvet, akkor elolvastam őket, de emlékszem, hogy nagyon sokszor úgy nézegettem végig a könyveket, főleg amikor még mesekönyveket vettem, hogy megnéztem, hogy milyen illusztrációk vannak benne. És hát nem csak abból a szempontból közelítettem meg ezt a témát, hogy mit vegyek ki a könyvtárból, hogy mit olvasnék szívesen, hanem abból a szempontból is, hogy mit rajzolnék szívesen, milyen motívumot, milyen melyik könyvekben tetszenek a legjobban az illusztrációk, úgyhogy én nagyon ilyen szempontból közelítettem meg, akkoriban az olvasást, illetve a könyveket. De sok könyvem volt akkor is kaptam akkor is ajándékba ünnepekre könyveket többször is. Soha nem fogom elfelejteni, hogy azt hiszem 11-12 éves koromban karácsonyra enciklopédiát kértem, mert és többet is kaptam, nem csak egyet. Mert nagyon szerettem az ilyen földrajzal kapcsolatos dolgokat, már akkor is nagyon érdekelt az utazás, a különböző kultúrák, az állatvilág is nagyon ö, érdekelt engem ö, ilyen gyerekként, meg tizenéves koromban. Úgyhogy, ö, hát igen, soha nem fogom elfelejteni, hogy 11 vagy 12 éves koromban, hogyan ö, a karácsonyfa alatt megtaláltam az enciklopédiákat, bementem a szobába, és az egész este az enciklopédiát olvastam, bocsánat, az enciklopédiákat olvastam, és nézegettem benne, bennük a képeket. Ez ilyen nagyon erős emlék még mindig. A következő kérdés így szól. Szeretsz utazni? Ha igen, hol jártál eddig, és mi volt a kedvenc helyed? Hát félig meddig már megválaszoltam ezt a kérdést az előző kérdésben, amikor az enciklopédiákról beszéltem, hogy igen, szeretek utazni, régen is érdekelt az utazás, illetve ilyen nagy vágyam volt, hogy felnőttként utazgathassak majd, és felnőttként pedig szeretek utazni, úgyhogy a válasz igen. Szerencsére több helyen is jártam már, de bevallom őszintén, hogy erről mindig félve beszélek, mert nem akarom azt, hogy bárki azt így, hogy én ezzel fel akarok vágni, de csak azért, mert megkaptam ezt a kérdést, igen, Szerintem elég sok helyen jártam már, legalábbis én elégedett vagyok azzal, ahány helyen eddig jártam már, de rengeteg hely van még a Bakancslistámon. Európában is jártam már több helyen, voltak helyek, ahol még a Néptánc együttesemmel jártam, például Romániában több helyen is, Erdélyben elsősorban, Szerbiában, illetve Szlovákiában, itt Ausztriában is jártam a néptánc miatt, illetve Németországba is utaztunk az együttessel. Saját magam, így már felnőttként utaztam többször Angliába, jártam már Svájcban, Portugáliában, Spanyolországban, illetve Horvátországban is. Most Európában több nem jut eszembe. Illetve talán az egyik ilyen legnagyobb élmény nekem az volt, hogy egyetemista koromban három nyáron is sikerült Amerikában dolgoznom egy gyerektáborban, és ahogyan véget ért a gyerektábor, illetve hát ahogyan nyilván, hogy véget ért a munka, mindig volt egy pár hetünk utazgatni, úgyhogy az USA-ban is jártam már több helyen is, nem tudok kedvenc helyet mondani, hogy őszinte legyek, mert mindegyikben volt valami különleges, mindegyik utazásomban volt valami, ami miatt mindig boldogan emlékszem azokra az utazásokra vissza. De talán tényleg, amilyen nagyon meghatározó élmény volt az a New Yorki utazásom, illetve hát New Yorkban többször jártam már, és New Yorkot én nagyon-nagyon szeretem, nekem sokkal jobban tetszett például, mint Los Angeles. Um, Nashville-t nagyon szerettem, a country kedvelő én nem ott nagyon jól éreztem magát, illetve hát amikor a Grand Canyonnál jártam, akkor ott, hát ott, elsírtam magam, ott, ott nagyon, nagyon boldog voltam, és nagyon hálás voltam azért, hogy, hogy megadatott az, hogy, hogy ott lehetek, és hogy eljuthattam oda, úgyhogy ezek ilyen, ilyen kiemelkedő élmények voltak ez a három hely. Hogyha már kedvencet kell mondanom, akkor talán ezt a hármat mondanám. Nos, akkor nézzük is a következő kérdést, ahol igazából két kérdést összevontam, mert nekem ezek a kérdések nagyon hasonlóak voltak egymáshoz. Az egyik így szól, van kedvenc helyed az olvasáshoz, otthon per egy kávézó, Nincs kedvenc helyem az olvasáshoz, bárhol tudok olvasni. Kint is, mondjuk egy parkban, vagy a strandon, tömegközlekedésen is tudok olvasni, kávézóban is szívesen olvasok, ha úgy van, de legtöbbször itthon olvasok. Itthon viszont nincsen olyan hely, amire azt mondanám, hogy na, ez a kedvenc olvasóhelyem, bárhol szívesen olvasok, ahol éppen ér az olvasás, ott olvasok. A következő kérdés, amit viszonylag hasonlónak találtam ehhez, az pedig hát így szól, hogy hogyan olvasol. Itt a kérdező zárójában oda tette még, hogy például gyújtok egy gyertyákat, vagy bármi ilyesmi. Gyertyát néha gyújtok, de azt általában szeptember és február között szoktam megtenni, szóval abban az időszakban sűrűn előfordul, hogy olvasáshoz gyújtok gyertyát. Nyári időszakban, illetve hát így március és augusztus vége között ez sokkal ritkábban fordul elő, hogy azt érzem, hogy olvasáshoz szeretnék gyertyát is égetni. Viszont ami rendszeresen jellemző rám az az, hogy hallgatok valamit, szól valami a fülemben olvasás közben, és nem zenére gondolok, úgy nem tudok olvasni, hogy zene szól mellettem, vagy például valaki tévét néz, illetve tudok, de nem szeretek úgy olvasni. Ilyen ISMR jellegű videókat, illetve hangokat szoktam hallgatni, de természet hangokat kifejezetten. Van, hogy a tévén teszem be, de legtöbbször a telefonomon fülhallgatóval szoktam ezeket olvasás közben hallgatni, és általában ilyen vízhangokat, én valamiért nagyon vonzódom a vízhez, Úgyhogy vagy valamilyen um, viharos, esős hangot szoktam hallgatni, vagy pedig ahogyan egy patak, vagy folyó csordogál, vagy ahogyan hullámzik az óceán, vagy a tenger. Általában ilyesmiket szoktam olvasás közben hallgatni, és ez valamiért annyira lenyugtatja az agyamat, hogy, um, hogy azt érzem, hogy sokkal jobban tudok az olvasásra fókuszálni, mint hogyha nem szólna semmi sem a fülemben. Uh, biztos ennek is megvan az oka, nem tudom, de um, ezt az utóbbi egy-két évben um, így csinálom, ez jellemző, és, um, és nagyon szeretek így olvasni. A következő kérdés így szól, ezt is nagyon szerettem. Ha eltölthetnél egy napot egy történetben, melyik lenne az? Hát természetesen a Harry Potter de attól tartok, hogy egy nap nem lenne elég, mert szeretnék elmenni a Roxfordba, szeretnék elmenni Roxmortba, és szeretnék az Abszolútra is elmenni, sőt, a Weasley házat is szeretném megnézni, úgyhogy meg lehet, hogy egy, egy ilyen hétvégét kéne um, eltöltenem a Harry Potterben, és akkor mindent meg tudnék nézni. A következő kérdés szintén egy olyan, amit összevontam egy másikkal, mert itt szintén arról van szó, hogy két kérdés nagyon hasonlított egymásra. Az egyik így szól, melyik videótípust szereted a legjobban, a másik pedig, melyik témavideót szereted a legjobban elkészíteni. Szerintem nézni és elkészíteni is a havi összegző videókat szeretem, illetve a különböző ajánló videókat, legyen szó akár mondjuk egy zsennerrel kapcsolatos, könyvajánlóról, vagy bármilyen tematikus könyvajánlóról ezeket nézni is szeretem, illetve elkészíteni is szeretem. Illetve hát nagyon szeretem a bookhol videókat is nézni, de hát az a baj, hogy akárhányszor megnézek egy ilyen videót, természetesen mindig sokkal-sokkal hosszabb lesz a kívánságlistám, úgyhogy hát azokkal próbálok csinyen bánni de tényleg a nagy kedvenceim azok az összegző videók, illetve a tematikus ajánló videók. A következő kérdés is tetszett, és hát ezzel ö, jól megfogott a kérdező, ez így szól. Melyik könyvnél féltél a legjobban, ha volt ilyen? Ö, hát nem tudom, Mondhatom azt, hogy talán nem volt ilyen? Az Alkony Motelnél emlékszem, hogy féltem rajta, és nem szívesen olvastam sötétben. A hasadékkal kapcsolatban is ugyanígy éreztem, hogy nem szívesen olvasom este már sötétben, de amúgy nem remlik úgy, hogy lett volna olyan könyv, amitől annyira nagyon megijedtem volna, hogy utána nem tudom, nem tudtam aludni, vagy csak lámpafénynél tudtam aludni, vagy bármi hasonló. Ez a két könyv az, aminél tisztán emlékszem, hogy nem esett jól este sötétben olvasni, azok, ezeket szívesebben olvastam napközben, viszont hát mind a kettőt nagyon szerettem, az Alkony Motelt kifejezetten, úgyhogy azt ezennel így szívesen ajánlom is nektek, Simon St. James Alkony Motel című könyvét. Jó kis borzongatós történet. A következő kérdést szintén nagyon szerettem, viszont itt is szintén egy olyan kérdésről van szó, szóval egy olyan témáról, amiről többen is érdeklődtetek, úgyhogy ezeket így, ezt a két kérdést, meg két kérdést kaptam ugyanabból a, ugyanarra a témára ezeket így összevontam. Az egyik kérdés így szól, melyik német könyvet tervezed elolvasni elsőként? A másik kérdés pedig úgy szól, hogy német nyelvű könyveket szoktál olvasni? Még nem olvasok német nyelvű könyveket, de nagyon szeretnék németül is olvasni már, úgyhogy hát ez rajta volt már 2023-ban is az olvasós bakancs listámon, hogy, hogy olvassak németül. Talán említettem is a 2023-as terveim között, hogy jó lenne, ha olvasnék végre németül is. Tavaly nem jött össze, úgyhogy bízom benne, hogy idén sikerülni fog. És hát stílusosan, hogyha már életem első ilyen meghatározó könyves élménye a két lotti volt, akkor azt szeretném. Elsőként németül elolvasni majd. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez idén be fog következni. A könyvam úgy megvan, és több olyan könyv is van, ami mondjuk német szerzős könyv, és érdekelni, és kifejezetten németül szeretném majd elolvasni. De egyelőre még nem volt már szám elkezdeni németül olvasni. Nézzük is, hogy mi a következő kérdés. Melyik a kedvenc könyv kiadód? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem tudom, hogy tudok-e válaszolni, nem tudom, hogy meg tudom-e mondani, hogy melyik a kedvenc könyvkiadó. Próbáltam megnézni, hogy melyik kiadóktól van a legtöbb könyv a polcomon. Az a helyzet, hogy nekem nagyjából fele-fele arányban vannak angol és magyar nyelvű könyveim, hogy emiatt magától adódóan elég sok kiadótól is vannak könyvek, a polcaimon. Magyar kiadók közül szerintem a 21. század kiadótól, a könyvmai kiadótól, a General Press-től, illetve talán az államgyár kiadótól vannak a legtöbb könyveim, úgyhogy Ebből talán lehet arra következtetni, hogy ők a kedvenceim, vagy valamelyik ezek közül a kedvencem. Nehezen tudom ezt megválaszolni, úgyhogy maradjunk ennyiben, hogy ezektől a kiadóktól van a legtöbb könyv a polcaimon. A következő kérdés így szól: szeretnék angolul elkezdeni olvasni. Krimi műfajban esetleg tudsz ajánlani könnyedebb nyelvezetű könyvet? Az a helyzet, hogy rá kellett jönnöm, hogy krimikből talán kevesebbet olvasok angolul, mert sok olyan van, ami érdekel és megjelent magyar nyelven is, úgyhogy inkább magyarul olvastam előket. Ugye már többször is említettem, hogy többnyire romantikus könyveket szoktam magyarul olvasni, vagy pedig azokat, amik nem jelentek még meg magyarul. De azért természetesen van pár, amiket ki tudnék emelni, de nem mindegyik tisztán krimi. Én azt tudom mondani, hogy Riley Sagerrel érdemes próbálkozni angolul, nem csak azért, mert nagyon szeretem a könyveit, hanem azért is, mert szerintem könnyen lehet olvasni az ő könyveit, és könnyen érthetőek az ő könyvei angolul is, úgyhogy az ő könyveit ajánlom angolul, illetve Lucy Foley könyveit is ajánlom angolul. Én azokat például mindegyiket angolul olvastam, és szerintem jól érthetőek, bár azt is hozzá kell tenni, hogy ugye ezek, ahogy már mondtam, nem tisztán krimik, thriller per krimi kategóriába sorolhatóak, talán inkább thrillerek, mint uh, krimik. Viszont, hogyha tisztán krimire vagy kíváncsi, és tisztán krimi érdekelne, akkor... Um, most olvasom Kara hunter -től a Murder in the Family című könyvet, ez amúgy megjelent magyarul is, Gyilkosság a családban címmel, um, viszont én angolul kaptam meg, úgyhogy angolul olvasom, és ezt uh, nagyon jól lehet érteni, Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor Kere hunter is vehetjük abba a kupacba, akiktől érdemes lehet angolul olvasni. Én nekem ez az első élményem Kere de szerintem ez a könyve jól érthető, úgyhogy ha más nem, akkor akár megpróbálkozhat ezzel is. Érdekes ez a sztori, tényleg csak ajánlani tudom, még nem fejeztem de már most tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fogom szeretni. Illetve megemlíteném Holly Jackson könyvét is, az A Good Girl's Guide to Murder című könyvet, és hát akkor valószínűleg a teljes sorozatot is. Én még egyelőre csak ezt olvastam a Jó kis lányok kézikönyve gyilkossághoz sorozatból, viszont ez szerintem könnyen érthető, már csak azért is, mert ifjúsági krimi ez a történet, úgyhogy, hogyha gondolod, akkor ezzel is megpróbálkozhat szerintem. Illetve a másik könyv, amit megemlítenék ehhez a ponthoz, az M.W. Craven-től a The Puppet Show, aminek most nem jut eszembe a magyar címe, de mindenféleképpen itt meg fogom említeni. Ez is egy sorozathoz tartozik, egy sorozatnak az első része, Hát ugye az első rész, tehát ez megjelent magyarul, de nem tudom, hogy a sorozat további részei meg fognak-e jelenni magyar nyelven, úgyhogy talán emiatt is érdemes lehet megpróbálni a krimi sorozatokat angolul elkezdeni, mert én azt vettem észre, hogy soknál előfordul az, hogy elkezdik kiadni magyar kiadók, de aztán nem tudják befejezni, mert esetleg nincs rájuk akkora érdeklődés vagy pedig sokszor észrevettem azt is, hogy nem sorban haladnak, hanem például elkezdik a negyedik résszel kiadni a sorozatot, és aztán visszamenőleg adják ki az első részeket, vagy olyannal is találkoztam tavaly, amikor egy sorozatnak, egy azt hiszem nyolc részes sorozatnak a hatodik és a hetedik részeit, vagy talán a hetedik és a nyolcadik részeit adták ki magyarul, az összes többit nem. Úgyhogy ezeket, amiket így felsoroltam, ezeket mindenféleképpen ajánlom, illetve, ahogy mondtam, esetleg érdemes lehet Riley Sager és Lucy Foley könyveivel is próbálkozni. Nagyon bízom benne, hogy a hátam mögött nem fog itt a fejemnél összedőlni a könyvespolc, mert látom, hogy egy picit ferdén állnak a könyvek, úgyhogy ezt most lehet gyorsan megigazítom, mielőtt még ledölne itt minden. Ezzel meg is lennék, visszatettem a könyveket, úgyhogy talán nem fog most már leomlani mögöttem a könyvespolc, viszont erre jut eszembe, hogy ideje lenne átpakolnom egy picit őket, mert nagyon sok könyvet csak így más könyvek tetejére tettem fel mostanában. Na, de nézzük is a következő kérdést, ami ö, megint két kérdés összevonva, mert mind a két kérdés ö, majdnem ugyanarra vonatkozik, sőt, ma igazából teljesen ugyanazok. Az egyik kérdés így szól, mennyi időt olvasol körülbelül egy nap, és mikor olvasol, a másik pedig mikor szoktál olvasni. Változó, hogy mennyit tudok egy nap olvasni, van, hogy több órát is tudok olvasással tölteni, van, hogy örülök neki, hogyha van fél órám egy nap, hogy olvasni tudjak. Tényleg változó. Üm, igyekszem minden nap egy picit olvasni. Általában este lefekvés előtt üm, azt az időszakot mindig meghagyom arra, hogy olvassak. Tehát nyilván vannak olyan alkalmak, amikor üm, ez nem jön össze valami miatt. Üm, Előfordul, hogy napközben is tudok olvasni, munka után. Hétvégén nyilván, hogyha nincsen semmi dolgom, akkor ahogyan befejeztem a főzést és az itthoni munkákat, akkor mindig leülök egy pár órát olvasni. De általában este lefekvés előtt az utolsó 45 percet van, hogy egy órát olvasással töltöm. A következő kérdés a top 3 kedvenc romantikus történetemre kérdez rá. Um, az egyik mindenféleképpen Taylor Jenkins reid a Van True Labs, ami ugye magyarul is megjelent egyetlen szerelmeim címmel. Megemlíteném még Emily henry a Beach read című könyvet, a Strandkönyv című könyvet, um, illetve hát Elena Armas, The American Roommate Experiment, az amerikai szobatárs kísérlet című könyve is nagy-nagy kedvencem volt, az volt a kedvenc romantikus történetem tavaly. Illetve, hát még így megjegyezném zárójelben Nicholas Sparks-tól a menedéket. A következő, utolsó előtti kérdés így szól, kik azok a magyar, illetve a külföldi booktuberek, akiket követsz? A magyar booktuberek közül uh, igyekszem mindenkit követni, vagy legalábbis figyelemmel kísérni a tartalmaikat. Um, elég sokan vagyunk már, úgyhogy lehet van olyan, akiről még nem is hallottam. Um, Külföldiek közül... Tavaly ezt megválaszoltam, és akkor sikerült pár külföldi buktyóbert mondanom, akiket néztem, mert tavaly ilyenkor még elég sok külföldi buktyóbert néztem. Mostanra viszont egyre kevesebbet, és Sajnos vagy nem sajnos, azok közül a booktuberek közül, akiket nem tudom így, 2019 év végén elkezdtem követni, vagy 2020 év elején, amikor én magam is elkezdtem ilyen videókat nézni, közülük szinte már senkinek sem nézem a videóit, egy olyan lány van még, akinek időről időre néha-néha megnézem a videóit, ő Gebi, a Gebi Reads csatornáról, illetve van egy másik lány, akit pár hónappal ezelőtt kezdtem el követni. Egy pillanat, és megmondom a pontos nevét a csatornájának: Jamie's Library. Neki szoktam még a videóit nézni, és hát ezzel így ki is fulladt a külföldi booktuberek sora, akiket nézni szoktam. Régebben sokkal többet néztem követni, követek még többeket is, de nem igazán nézem már meg a videóikat. Sokszor érzem azt, hogy ugyanazokat a könyveket mutogatják mindannyian, Biztos vagyok benne, hogy ez a magyar berek között is megvan. De valahogy ezt egyre frusztrálóbbnak találtam már az utóbbi időben, úgyhogy manapság sokkal több időt töltök azzal, hogy magyar booktubereket nézzek, mint eh, hogy külföldieket kövessek. Eddig el is érkeztünk az utolsó kérdéshez, ami így szól. Könyves podcasteket szoktál hallgatni? Igen, egyre szívesebben hallgatom őket, bár többnyire bevallom, őszintén, hogy külföldi könyves podcasteket hallgatok. Egy van olyan, amit az utóbbi időben rendszeresen követek és visszahallgatom a már régebbi epizódokat. Ez pedig a Killer Women Podcast, amiben Daniel Girard készít interjúkat thriller, illetve krimi szerzőkkel. Amúgy Daniel Girard is krimi, thriller szerző már jelentek meg könyvei magyar nyelven is, és igazából ebben a podcastben, ahogy mondtam, más thriller krimi szerzőkkel készít interjúkat az éppen aktuális, friss megjelenésű könyveikkel kapcsolatban, és akkor általában egyéb témák is szóba jönnek könyvkiadással, illetve könyvírással kapcsolatban. Ezt a podcastet nagyon szeretem, illetve tavaly nyáron hallgattam a Criminal Types című podcastet, ami egy bookstagramernek a podcastje Crime by the book néven van fenn bookstagramon az illető ebi szerintem akik olvasnak thriller illetve krimi könyveket azok valószínűleg ismerik az ő nevét és ő tavaly nyáron elindított egy podcastet, aminek egyelőre még csak egy évada jelent meg, de állítólag lesz második évada is ennek a podcastnek, amit én már nagyon-nagyon várok, mert ez is egy olyan könyves podcast, amiben szerzőkkel, elsősorban thriller, illetve krimi szerzőkkel készített interjút Ebi, Úgyhogy az ilyeneket nagyon-nagyon szeretem, és az ilyeneket szívesen hallgatom. Nos, hát ennyi lett volna már ez a videó. Ahogy láthattátok, elég sok kérdést kaptam. Bocsánat, hogyha túl hosszúra sikerült ez a videó, de mindenkinek szerettem volna megválaszolni a kérdését. Innen is nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien írtatok, hogy ilyen sok kérdést kaptam. Um, úgyhogy ezért nagyon-nagyon hálás vagyok nektek. Többen is írtátok, hogy boldog születésnapot kívántok a csatornának, amit szintén nagyon-nagyon köszönök. Um, de hát ennyi lett volna már ez a videó, tovább nem szeretném húzni a szót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!